A 15 éves Mezei Miklós 11 családtagjával él együtt szerény körülmények között. A fiatal fiú nyári kötelező iskolai gyakorlatát töltötte a hajdúszoboszlói turisztikai irodánál, ahol gyűjtést szerveztek a számára, hogy kicsit könnyebbé tehessék családja életét. Az adományokat augusztus 17-én adták át, magánszemélyektől és cégektől egyaránt érkeztek felajánlások. Miklós a hajdúszoboszlói turisztikai non-profit Kft.-hez került kötelező szakmai gyakorlatra, ami egy 70 órás gyakorlat, a Bocskai szakképzőiskolában tanul, és igaz, hogy nehezen indult vele a gyakorlat, kicsit döcögősen, de mikor már elkezdte a gyakorlatát, akkor minden rendben volt vele, nagyon segítőkész volt, nagyon kedves volt a vendégekkel, és megtudtuk, hogy elég nehéz körülmények között él, és úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk neki segíteni, ezért a hajdúszoboszlói TDM tagjainak kiküldtünk egy körlevelet, hogy próbáljon mindenki a lehetőségeihez mérten segíteni. Tényleg nagyon-nagyon sok mindent hoztak be a szolgáltatók, tartós élelmiszereket, ruhaneműket, illetve felkértük a Neked is jár alapítványt, hogy segítsenek nekünk, és legyenek ők is kezreműködők ebben a jó cselekedetben. Körülbelül hány felajánlótól érkezett segítség? Hát a pontos tétszámot sajnos nem tudom, mert voltak kis szolgáltatók, akik hoztak be például egy mosóport, vagy kisebb dolgokat, illetve voltak nagyobb szállodák, akik tényleg több mindent adtak. Voltak olyan szolgáltatók, iskolaszereket hozott be, és tényleg mindenki hozott apró dolgokat, és így ebből összejött egy nagyobb adomány, amit át tudunk most adni. Liszt, cukor, száraz tészta, mosópor, öblítő, mosogatószerek, tisztítószerek, tisztálkodási szerek, és mindegyikből olyan mennyiség, hogy ez a nagy családhoz elegendő legyen, konzervélelmiszerek, tehát borsó, egyéb különböző olyan dolgok, amiket tényleg jól jönnek egy háztartásban. Cégektől és magánszemélyektől egyaránt érkeztek adományok. A Neked is jár alapítvány is készségesen csatlakozott a felhíváshoz. Felkeresett bennünket a hajdúszoboszlói TDM iroda, hogy gyakorlaton van náluk egy nagyon kedves fiú, akiről megtudták, hogy ők nagyon sokan vannak testvérek, szerény körülmények között élnek, és szükségük lenne támogatásra. Úgyhogy felvettük mi is a családdal a kapcsolatot, egyeztettük, hogy mi az, amire szükségük volna, mi az, ami nekünk rendelkezésünkre áll, úgyhogy ennek eredményeképpen örülünk nagyon, hogy hozzá tudtunk járulni egy kicsit a körülmények javításához. Tudtunk hozni párnát, ágyneműt, abroszt, konyharuhákat, ruhákat, sok-sok pár cipőt, úgyhogy egy picit remélem, hogy így az iskola kezdés könnyebb lesz. A beérkezett adományok átadásakor nem csak a turisztikai iroda és a Neked is jár alapítvány képviselői voltak jelen, hanem Miklós osztályfőnöke is, aki nagy örömmel szemlélte a sok csomagot. Miki a Bocskai István szakképzőiskolába jár, szakközépiskolai osztályba, 9-es volt, a 4. legjobb tanuló. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha eljutna az érettségig, megtenni, és utána akár tovább is tanulna, mert nagyon jól tanul, és nagyon örülünk, hogy ennyien segítettek neki, és támogatják a családot azért, hogy az iskola kezdés az könnyebb legyen. A hamarosan elkezdődő tanév előtt állva Miki és családja is nagyon örültek a sok adománynak. A fiú szerényen mesélt arról, hogyan kezdte el a munkát a turisztikai irodában, és milyen jól esik neki a segítség. Hát elsőnek elmentem, szerényen voltam, nem szóltam senkihez, jól fogadtak, aztán meg beilleszkedtem, jó volt. Milyen érzés, hogy segítettek nektek? Nagyon jó. Minek örülsz a legjobban? Hát, mindennek.